kezdőcsapata a Diósgyőrnek. Kapuban, ahogy megszokhatják, Branislav Danilovic és Szergej Kuznyecov pedig hozzászokott már ez a védősorhoz. Szatmári Csaba, Bokros Szilárd, Bárdos Bence és Csirmaz István lesz majd. Bertus Lajos és Epel Márton, Lukás Dániel, Bényei Ágoston, Gera Dániel és Cseke Benyámin alkotja még a kezdőcsapatot. A Novák család hiányában a Nyíregyházánál 10 gól hiányzik úgymond most, hiszen a házi góllövőlista vezetője, közben egy beadási kísérlet, és majdnem egy öngól is lehetett volna ebből. Cseke szemfüles labdaszerzése, és már is megjátsza Lukácsot a bal oldalon. Lukács, jó a passz a Bertusnak, Bertus nézelődik középre, ott a lehetőség is gól! Megszerzi a vezetést a Diósgyőr! Szemkápráztató akciót láthattak, akik ide kilátogattak. Gera Dániel pedig megszerezte a vezetést. Az egész egy labdaszerzésből indult, Cseke szerezte meg a Nyíregyháza tér felén azt a labdát, és abból indult ez az akciósorozat. És szép meglátások után, jó passzok után Gera Dánielnek középen csak bele kellett passzolnia a labdának, és az bement a kapuba. Jó a passz Gerának, Gera indítja ebből Eppelt, Eppel előtt a lehetőség, egy csel, ott a lehetőség, mégis fejér jött ki, és reklamál Eppel Márton, hiszen a cselénél úgy érezte, hogy ott egy kezezés történt az első nyíregyházi védőnél. Kengelicki előre. Megvan még a labda a Nyíregyházának, ez egy nagy lehetőség lehet, de Danilovic tökéletesen érkezett ki. Pataki Bence nem tudott elindulni, sőt megszerzi a labdát a Diósgyőr. Bertus nézelődik középre, Bertus beemeli Bényei felé, és nem tudta elfejelni Bényei a labdát, és távolról egy lövés. Ezt a mai összecsapást követően még a női kosarasoknak is szurkolhatnak majd a diósgyőriek akár, hiszen majd ezt az találkozót követően 17 óra 15-kor lesz majd a Beac elleni találkozó, de közben nézzük a Diósgyőr támadását. Bertus nem passzolja még tovább egyből, most beemeli Eppelnek. Eppel, nagyon jó az átadás a Csirmaznak. Csirmaz indít, Bényei, és ott van még a labda, gól! Begurult valahogy az a labda, de Bényei megduplázza a Diósgyőr előnyét. 2-0. Ez is egy remek Eppel meglátásból indult ez a támadás. Csirmaz passza zseniális volt, és onnantól már csak Bényeinek el kellett lőnie a labdát. Fejér egyébként nagy bravúrral védett, de túlment rajta is a labda. Bényei Ágoston tehát a gólszerző. 2-0-ra ez a Diósgyőr. Bárdos. Danilovic. Rosszul tette vissza a labdát Cseke, így Nyíregyházán a labda, és egy lehetőség, és fölé. Kovács meg is tudta tartani a labdát, és Gresónak kitette a szélre. Gresó egy beadás, és épp hogy elvéti a fejelni érkező Pekár. Csősz tartotta meg a labdát. Szokol. Szokol egy csel után, jó az átadás, a Deles volt. Jó volt a lövés is, végül fölé ment, a szélen is több társ, érkezik Csirmaz. Csirmaz nézelődik, nem adja be egyelőre. Bertus, Bertus lő! Bényei egy remek indítás Gera felé. Gera a középre teszi, és Eppel lemarad, de még Lukácsnak megvan a labda. Bényeinek egy indítása jobb oldalon. Nézelődik már befele Bényei, egy ívelés, és Eppel ezt elengedi, de ez jó lett Bertusnak, aki egy nagy lövéssel megtornáztatja Fejért. Szöglet. Bertus, és egy nagy lehetőség, és megint Fejérnek kellett jönnie. És még ott a labda, jön az ívelés a kapu felé, ezt kifejelték végül. Ez sem volt veszélytelen. Egy jó átadás most Kovácstól, Szokol középre, Pataki, nincs még lövés, most jön egy, és kapufa!
Danilovicsnak most résen kellett lennie ennél a löketnél. Egy jó támadás van kialakulóban most vendégoldalon, Szokol. Szokol viszi még Szokol távolról, Danilovics. 87. perc. Ez is jól tekeredik középre. Ott van még a labda. Egy lehetőség és nagyot kellett védenie Fejérnek. Áthelyezi a támadást a bal oldalra Diós Győr. Lukács két ember között gyönyörűen viszi át. Lukács még mindig középre teszi. Jó a labda. Kéra próbálja, még egy lövésre teszi. Komannak távolról kapufa! Gyönyörű támadás volt. És végül kapufa lett belőle. Ismét Fejér egy erős kirúgással.